kertkeket idén van először, ez előtte citruskertként üzemelt, mint hogy ez nagyjából látszik is itt a benne lévő növényeken. Mi kettő lepkefarmról szoktunk rendelni, az első számú kapcsolatunk Costa Rica. Ők folyamatosan szállítják nekünk a bábokat. Ugye a lepkékről azt mindenképpen érdemes tudni, hogy báb állapotban lehet őket csak szállítani, mivel akkor a legkevésbé sérülékenyek, és az is egy eléggé korlátozott idő, amíg lehetőség van arra, hogy még baj nélkül megérkezhessenek. Az, hogy itt ilyen sok növényt látunk, az nem csak abból a szempontból fontos, hogy szép, meg jaj, de jó, hanem nekik tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy leszálló pálya, tehát ők tulajdonképpen azon pihennek, azon tudnak elbújni. Éppen ezért ezeket a növényeket karban is kell tartani, és valamilyen szinten egy picit ritkítani is kell, mert hogyha nagyon bedzsungelosodik, akkor viszonylag kis repterük van, mondjuk azt. Ők egy speciális nektár készítményt kapnak, amit kifejezetten nektárevő madaraknak, illetve lepkéknek gyártanak. Ezen kívül ebbe keverünk egy kis mézet is, ezen kívül az ilyen érettebb, főleg trópusi gyümölcsöket kedvelik. Narancsot, banánt azt mindig kapnak. A másik fontos dolog meg az, hogy minél több virágzó növényt tudjunk nekik biztosítani, mert hát azért onnan csak szivogatják a nektárt, mint hogy természetes módon is csinálják. Hát az élettartamuk is változó, olyan 3 héttől 3 hónapig terjedhet átlagban. De hát nyilván vannak olyan lepkefajok, hazánkban is elég sok olyan lepkefaj van, ami áttelel, tehát a valamelyik formájában a telet el tudja tölteni.